Ó, Ranga! Végre látszik Gran Canaria, kiviszult a levegő, nincs már kalima. Meglepetés! Tiri! Felújítottam, gyerekek, a talált lakkal. Hát brutál jó lett. Most éppen locsolok, de most pont olyan a fény, hogy még nem ment le a nap, de még fönn is van. Amit találtam múltkor lakkot, hát azzal végigkentem, még nem száradt, meg kétszer kentem át egyébként, de hát gyönyörű szép lett. Nagyon fakó volt már, és azért sajnáltam. Szóval azért mindjárt megint mesésebb. Majd ha találok ilyen csónaklakkot, majd avval át fogom még kenni. Hát lett locsolva az összes növény. Eddig 450 liter vizet locsoltam el, és amúgy még nincs kész, csak gyorsan megcsinálom ezt a videót. Mondjuk azért ennyire sok, mert ilyenkor feltöltöm, látjátok, először ezeket használom el, ez most már itt nincsen. Jaj, meg nagyon gyakorlom ezt a mezítlábjárkálást mindenhol, de már ide jobban megy, szóval már annyira nem is üző. Tehát ezeket, ugye ezekben gyökeresztetve vannak, csak most már földdel. És hát ezekbe kapásból elmentek ilyen 15 liter vizek. Ugye ebből van még jó néhány. Ugye ebbe is tartály van, úgymond alul, az is tele lett verve. Akkor ebbe magvak vannak ültetve, tehát ez is kapott. Hát minden át lett locsolva. Úgy bőségesen. Ez nagyon sok víz amúgy, gyerekek. Majdnem fél köbméter. Na hát, akkor gyors kis virág lesen, itt semmi változás nincsen egyébként. Ami nagyon aranyos, hogy ezek már nagyon meghúsosodtak. Nem tudom, ez először úgy volt, hogy zöld, már most nem zöld. Mindegy, ő is kapott bőven vizet, ha akar, rendbe jön, ha meg nem, akkor ott teszi meg a fene, ahova. Ez most már úgy látom, hogy végre megindulgat. Vagy nem. Itt vannak virágok, szerintem ő működik, bár őket gyökérrel együtt találtam, szóval elvileg meg kéne, hogy maradjon. Itt most már két szárom vannak, friss, nem? Az is. Akkor három. Tehát ez teljesen biztos, hogy megmaradt ez a nagy fa. És ennek van ugye öt hajtása, amiből négyen van zöld, egyen nincs semmi. Majd meglátjuk, hogy mi lesz. Ők szintén még nem gyökeresek, ez, meg ő, meg ott hátul az a magas. Szóval ők elég rendesen belettek locsolva. Meg lehet szokni ezt a kavicson járkálást, de annyira nem szeretem majd, ez még itt le lesz itt járdázva, meg zöld szőnyegezve, meg mit tudom én. Ugye, Morgó? Hál' Istennek Larának olyan melege van, hogy már nem járkál utánom. Ja, meg ilyenkor átmosom a törölközőket. És akkor azok a vizek is, hát ebben belement 50 liter víz, gyerekek. Ugye ebbe a nagy tartályba. Jaj, kukorina. Hát itt jól vagyunk. Ja, orhidea, nem szabad földbe tenni. Jó. Most beletettem ezeket földbe, eddig ilyen tőzekbe volt, és már ott van hozzá a világ, a gyerekek. Tehát a levél az nincsen, az már, az hulla. Meg ez lehet, de még ezen is látszik ott. Főt kell neki. Nem ez a tőzeg, abban nem csinál semmit. Amaszt is beültettem, azt mennyi, két hónapig folyamatosan virágzott. Ez már nagyon szépen rendbe jött. Na már amaska is megjött. Falakszom rá, mert egy ilyen másfél méteres gyíkot szaggatott széllyel. Ugye a nagy agavé, itt szintén mindenki jól van, köszönjük szépen, ők is, hát most róla annyira nem megyünk, hogy menjünk, csak jaj, ő is jó, mindegyik jó. Itt lent ezek, hát ők még nem gyökeresek meg abba a fémhordóba, szóval ők még váratnak magukra, a többiek már elvileg gyökeresek, de úgy látom, hogy ez is meg fog maradni. Ők gyökeresek, őbe csak le lett hozzájuk szúrva, mert elrohadt, és meguntam ezt a vízben keltetést. Úgyhogy hát ezek meg vagy megmerednek, vagy nem. A
nagyjából föl se fog tűnni, ha nem megmondom őszintén. Mert már olyan sok van. Hála Istennek. Hála Istennek. Ez nagyon szép. Ezt is szeretném majd lekenni valami. Vagy lehet, hogy ezt nem kell. Nem tudom. De ez olyan szép. Meg nagyon stabil a gyerekek. Hát rátettem egy ilyen 25 kilós izét. Növényt. Na úgyhogy valocsoltunk ezerrel, meg hát ezt a... Megnézzük innen is, gyerekek, láttuk. Jaj, de sugár lett. Hát ez már nagyon kellett. Ezt a korlátot már le kellett kenni. Nagyon szétszívta a nap. És az elég nehéz volt ide cipelni. Úgyhogy vigyázzunk rá, mennyire lehet. Mi van már szülinapos? Mi? Lábom alatt vagy jó van? Itt megjelent egy kis akármi. Jaj, ezt nem is mondtam nektek, gyerekek. Ezen akárhány virág kinőtt, egy napig él, és utána ledobja. Tehát 5 virág volt rajta, mindegyik egyszer kinyílt, másnap már le is volt dobva. Úgyhogy ennyi. Ne panaszkodjál már, megölted azt a nagy gyíkot. A fene, egye meg a pofádat. Na, ilyen fa, majd mindjárt megmutatom nektek, gyerekek, ezt a fát, mert ez lett lentre ültetve. Ilyen fa lesz, ez szintén csak le lett dugva. És tökéletesen egészséges, nagyon szép, és ezek már itt, ezek már újak, lehet látni, hogy a színéből, hogy mi az új. Érdekes, hogy itt a szanzavéra nagyon szép, ott lent a kádba pedig nem. Úgyhogy valószínűleg lent a kádból ki fogom szedni a szanzavérát. Ez az agavé, ez már nagyon-nagyon megindult, de az élet meg a veszély egyébként, ez hihetetlen. Egyébként is belakad úgy az ember bőrébe. Nagyon komoly. Na ilyenek lesznek a... Hát ez is agavé, meg ez is nem tudom máshogy hívni, tehát ez a neve. Ebből nagyon-nagyon sokat szaporítottam. Tehát most már lassan ők is rendbe jönnek, és akkor itt lesz kapásból 4. Még van ilyen kis virág. Ebből most Ildikó is, meg Reni is vitt haza. Úgyhogy, de ezeknek kell 2 év. Látjátok, ez ugyanígy le lett földel. Ültetve azt akkor virágzott ki, addig nem csinált semmit. Na, szóval. Na, itt van egy hibiszkusz, amúgy most virágoztak le, úgyhogy most pihenő van. Tehát az első évben ilyen növények alakulnak ki, és én szerintem majd szeptemberben fognak ezek a növények, vagy nem tudom, a jövő márciusban olyan virágot hozni, de ez mind növény, gyerekek. Ezek mind növények. Tehát ezért hívják eleven szülőnek. Na ez is csak le lett ide dugva. Látjátok is, tökéletes. Hát még nem fa. Vagy mi? Na panaszkodom már. Na. Úgy látom, ez a Mikulás virág is megindult. Csak nem tudok rá élesíteni, sajnos. Úgyhogy meg fog maradni. A maradék lakot rákentem erre a szekrényre. De hát ez a szekrény már teljesen el van vetemedve. Ez az elsők között került ide ez a szekrény. Meg pulóver, talbetét, WC-papír. Szóval igazából, de már tiszta szégyen. Mindegy, majd alkalomattán lecseréljük. Na most úgy látom, hogy itt már jobban érzik magukat ezek a növények, abba az árnyékba. Illetőleg ez a kis vacak, ez nem tudom mi, ez most itt van, aztán majd meglátjuk, de hát él. Innen az a maradék kis futó, ez itt kipusztált, úgyhogy ez kuka. De ezek jól érzik magukat. Ennek a növénynek, ennek minden levele le volt fonnyadva, így. És most itt helyre jött. Nagyon szép kis növény, nem tudom mi ez, de jó helyen van. Itten. Ide kinőtt egy dohányfa, úgyhogy természetesen őt is locsoljuk. Az ugyanolyan fa, mint az. Ez. Meg itt van egy növény, ezt már ide kötöztem, mert állandóan útba volt. Ez állítólag távol tart, nem tudom, valami távol tart ez a növény. Valaki mesélte. Mindegy. Igen. Jó van, mennyi arrébb. Na, nagyon halakszom most rá egyébként. Nagyon halakszom. Ez szintén az a kis fa. Ide volt ledugva egy ilyen kiszáradt tő, és azért, hát jó, ez most már nem mostani, tehát ez már régi darab, de gyönyörűen befutotta itt a köveket. Ennek majd mindjárt lesz jelentőség, hogy miért utagatom állandóan ezt a fát. Hát ugye ők is meg, na idáig vagyok meglocsolva, gyerekek. És eddig 450 liter víz ment el.
Tehát ők még nincsenek locsolva. És most nagyon nagy szálasság volt. Tehát őket még majd locsolni kell. Mennyi arrébb ő főméltósága? Szóval látjátok, ezt még majd locsolni kell. Hát itt jól vagyunk, köszönjük szépen. Ja, igen, az oltárnál nem mutattam. Ez is nagyon gyönyörűen fejlődik, nézzétek meg. Szóval, meg ő is. Állítólag ez távol tartja a szúnyogokat. De betettem az ágyam mellé, és rengeteg szúnyog lett, úgyhogy kivettem, és azóta nincs szúnyog, úgyhogy... Ez szintén nagyon szép itt, őt át kéne majd ültetni, csak hát már így vannak nagyon régóta. Hát ugye itt is vannak, na most ez megint elkezdett világot hozni, látjátok, ezek már új világok. Illetőleg van itt pálma, meg egy kis fa. Annyira nincs szél, hogy nem halljátok a szélharangot. Kövi rózsa. Hihetetlen, nagyon szép, csak sajnos ugye ez azt jelenti, hogy most már ő el fog pusztulni. De azért hát, ha még ezek az alsók megmaradnak, csak ezek, na mindegy, nem tudom. Hát, ha mennie kell, elmegy. Itt is jól vagyunk. Ide akartam mondani a nevét, elfejtettem, azt hittem, hogy elpusztult, de nem, elkezdett kihajtani, úgyhogy hál' Istennek őt nem veszítettük el. Hát itt vagyunk, ahogy vagyunk, ez a bea növénye, ez is egyébként agavénak hívják. Ő nagyon szép, egy somfordász a lábam alatt már. Na most ez, látjátok, ez földbe lett téve, és nem is veszítette el a leveleit, nagyon érdekes. Tehát ez megmaradt. Érdekes, az aloja most kezdett el virágot hozni. Itt van nagyon sok kis apró virág. Látjátok, nagyon szép. De őt majd megint át kell ültetni valami még nagyobba. Szeretném bebokrosítani itt az egész mindenséget. Na most ő is földbe került. És ilyen tiszta pöcslet, meg mit tudom én, szóval ez nem biztos, hogy meg fog maradni. Ugye erről le lehetett volna választani a hajtásokat. És úgy gyökereszedni, erről az összes levél lehullott itt fölül. Látjátok, az megmaradt, ez meg nem. Hát, ha kigyökeresedik és megmaradna, az nagyon szép lenne. Ha nem, nem. Ő nagyon jól érzi itt magát, illetőleg ez, amit szintén azt hittem, hogy elpusztult. Őnek érzésen, látjátok, így kirahadtak, nem tudom, de már ott is ott van a hajtás, meg ott is. Úgyhogy ő is jó lesz. Ő alapvetően jó. Ezzel nem tudom, mi van. Ez ilyen furcsa. Szóval ez így lebarnul állandóan. De nem látok rajta élősködőt. Aztán lehet, hogy ez az. Majd beírok valami csoportba, ezt megkérdezem. Nagyon szépek az aloe verák. Ja, igen. Ami árnyékban van aloe vera, az zöld marad. Tehát ezt is éri a nap, és attól pirosodik ki, most már biztos vagyok benne. Mert ami végig árnyékban van, de hát nem tudom behozni őket ide az árnyékba, az zöld marad. Látjátok? És ami napon, ez olyan félig meddig van napon, tehát ő is a zöldes, pirosas. És ahogy megyünk a napfény felé, tehát minél több napot kap, tehát az ildi kertbe, már mindegyik aloe ilyen piros. Télen bezöldülnek. Ez a nővérem által örökbe fogadott növény. Ugyebár ezek nagyon szépen fejlődnek itt, ezek a kaktuszok. Ez is nagyon szép. Ja igen, a Kerekes Ani által örökbe fogadott növény. Most már ő is szépen cserélgeti le majd ezeket a leveleket. És meg fog újulni. Ő már megújult. Meg ők is most hozzák az új hajtásokat. Jó, ennek nem mutattam meg a virágját. Ugye nagy pálma. Ezt egyébként a Reni fogadta örökbe, ezt a növényt. Hát elfejtettem most a nevét, pedig tudom, de most nem tudom. Ez van. Ez nagyon tetszik, ez a kövi rózsa. Hát mindegyik nem tetszik. Itt bent ez is nagyon szép, egyébként csak kicsi neki ez a hely, de ha kiteszem, a szelet egyáltalán nem bírja, akkor így ledobálja a leveleket, nem tudom hova tenni szélmentes helyre. Ez nem csinál semmit. Pedig kapott tápot. Ez van.
Ezek a nagyon tetvesek, ezek érdekes, hogy rendbe jöttek. Tehát ugye ezek már ilyen leszáradt tetvek. Én nem szedegettem le a tetves leveleket, mert az egészet ki kellett volna dobni. Viszont tele van új hajtásokkal. Szóval ennek teljesen rendbe hozta a vegyszer. Illetőleg itt van belőle egy másik. És ennek szintén nagyon-nagyon fertőzött volt. Látjátok, ez hívják úgy, hogy pajstetű. De ő is kapott vegyszeres kezelést, és már szépen kezd megújulni az egész. Tehát sok az új hajtás, ott van, látjátok, az még ott van nagyon fertőzött. De ezek már nem okoznak gondot. Ez is elkezdett itt bebokrosodni, ő ugye át lett ültetve, ennek ilyen harangvirág-szerű virága volt. Ilyen magas, vékony kinövéssel, most szépen bokrosodik, csak ezt meg a Nishima tépkedi le állandóan leveleket. Mindegy. Ő is nagyon szép, most valamiért szerintem már sok volt neki a nap. Lehet, hogy az én ennyire sok napot nem szeret, pedig egy nagyon szép növény, de most olyan kicsit olyan elcseszkődött a színe. Úgyhogy majd figyelni fogom, és akkor őt viszont át fogjuk tenni valahova máshova. Ez nagyon jól érzi magát, ez szintén csak földbe lett ledugva, látjátok is. Tehát nem tudom kiszámolni. Valamelyiknél elég, hogy földbe ledugod, valamelyiket hajtatni kell. Na ez egy új növény, ugye, meg ez. Na ez ugyanaz az agavi, amit lent a WC-nél is mutattam, aminek olyan szép... Várjátok. Tehát az a kis növény, az ez. Meg mint az Ani növénye, meg az a középső. Csak ő piciben, meg nagyon rongy állapotban. Szóval ő most ide került. Hát itt jól vagyunk. Ide került egy új növény, ez a kis, nem tudom, a kis csúnyáska. De mindegy. Látjátok, ők még nincsenek meglocsolva, ugye itt a pálma. Na ide került a fa, ugyanis állítólag nem bírja a szelet. És az a néhány kis zöld levél is, ami először kijött rajta, már azóta már ide barnult. Úgyhogy kapott tápoldatot, meg ez is rengeteg vizet. Most már lemegyünk errefelé, még megnézzük a pici virágokat. Na őket viszont még nem ültettem ki, tehát őt meg őt, ők még csak vízben vannak, majd ez lesz a következő valamikor. Őt egyébként vízbe gyökeresztettem ki, meg azóta beültettem, és gyönyörű szép, szóval egyik megmarad, másik nem. Ja, hát itt, ezt mondtam nektek, itt a szanzavérák csúnyák lettek. Szóval nem tudom. Itt nem tetszik, úgyhogy ezt majd ki fogom szedni. Ő múltkor felborult, de lehetséges, hogy megmarad, őnek is nincs még gyökere egyébként. Ez nagyon szép. Illetőleg itt ebbe a temetőbe. Hát, ami esetleg majd rendben jön, az az agavé, az úgy látom, hogy meg fog maradni. Na de ez a fa például elpusztult. De ez ugyanaz a fa, mint amit egy csomó helyen mutattam. Na, és akkor a meglepi. Jaj. Ezt a fát találtam tegnap előtt. Ugye itt volt az, ami most ott minden levelét elveszítette. Úgyhogy most ő került át a helyére. Ez egy nagy fa, és illetőleg az alsó ágakat leszurkáltam ide oldalra. Hát, ha ez itt megmaradna, gyerekek, akkor itt nagyon szép lenne. Na, ott tettem a galambokat, hogy már Nishima ne csesztesse őket, látjátok. Tehát ott kapnak kaját a madarak. Hogy ne jöjjenek ide, mert néha itt járkálnak a főbejáraton, vagy a izén, a nappaliba. Ezek érdekesek, tehát ez a legyező pálma is. Már hozza az új hajtást, de nagyon lassan nő. Szóval nem tudom, nekem nem vagyok vele megelégedve. Pedig direkt átültettem nagyba. Ez gyönyörű, szép lett. Még ők sincsenek locsolva, úgyhogy majd őket locsolni kell. Ez is nagyon fajintos. Ez most vettem észre, hogy ilyen fehér lett a levele, nem tudom mi. Mindegy, majd meglátjuk, hogy mi lesz vele. Na szóval itt így nézünk ki. És akkor... Már nincs sok. Már. Ha eddig megnézted már. Már lekapcsolt ki 2 perc. Ez nem tudom, ezt most megtépkedtem, van rajta még zöld. Majd
és kapott tápot, vagy mindjárt jó, meglocsolom azt, ha megmarad, megmarad, nem, nem. Ja, mert ez át lett téve ide, ez a kis akármi, ugye. Ez itt volt, de hát oda került a fa, mert ott... Tehát itt szélmentes, itt már fúj a szél. Szóval itt már át lehet ezen is látni. Tehát itt ez egy ilyen légcsatorna. Na, ami még újság, találtam ilyet, meg földet. Tehát kaptam egy, mindegy, egy ismerősömtől, egy magyar hölgytől büdöske magokat. Úgyhogy ezek most oda lettek beültetve. Ez rendes föld, meg ez direkt ilyen kiképzésű. Illetőleg itt ez a Mikulás virág, ez nagyon szépen beindult. Tehát ezen minden szálon ott vannak az új hajtások. Ez megint egy olyan izéfajta növény, tudjátok, a agavé. Itt vannak ilyenek. Nem tudom, hogy megmaradnak-e ezt a pálmát, ezt teljesen visszavágtam, majd meglátjuk, hogy megmarad-e, ha akar, akar, nem, nem. És hát itt vannak ilyenek. Hát az beindult. Ezt már múltkor mondtam nektek, pedig ez teljesen halott növény. Pillanat. Szóval ennek van két hajtása, a másik oldalon is van még egy, nem tudom, hogy látszik-e a videón. Ott. Úgyhogy ez is jó lett ez a növény. Látjátok, hozzáér az ember a kaktuszhoz, éppen hogy, és már is ilyen tej. De ez úgy ragad utána, mint az állat. Itt is van ebből a csúnya növényből. Na most nővéremmel hoztunk egy növényt, de nem vitte el végül is. Úgyhogy most ki lett ide ültetve, de többet magával. Szóval ebben lett ilyen kis gumós, nem tudom mi ez a kis növény. Akkor egy ilyen, meg egy olyan. Szóval ebben minden, ami még volt ilyen mindenféle maradék növény, azt beleültettem ebbe. Illetőleg van itt egy ilyen kaktuszka, meg őt most próbálom újraéleszteni, mert ő vele volt valami, nem tudom, valami ilyen, hogy így elszáradt, aztán most kapott új földet, de aztán úgy látom, hogy most már rendbe fog jönni, hát ez sem tudom, szárazka. És látjátok, ennek van ilyen gyökere itt, tehát ezt igazából itt letöröm, azt le lehet dugni, aztán elpusztul. Nem, megmarad. Na! Hát végére értünk a mai virágmesennek. Jó hosszú, mi? Na gondoljátok el, végig mutogatni 21 perc, végig locsolni közel 5 óra, meg 450 liter víz, de még nincs vége. Tehát még ezeket még most kezdem el locsolni, csak sötétben már nem tudtam volna videózni. Meg ugye most meg volt a virágmesen, szóval most megint nem jelentkezem ilyen bejegyzéssel mondjuk egy vagy két hétig. Jó. De azért szépen fejlődünk. Hát azért majd kíváncsi leszek, hogyha ilyen intenzitással fejlődnek a növények, meghozom őket, akkor nagyon szép ez a kála. Ilyen magot is vittem, vagy tudtam adni ildieknek, úgyhogy vittek haza Magyarországra. Tehát nagyon-nagyon sok víz fog kelleni. Ugye most már innentől kezdve itt nem lesz sem eső, sem semmi. Úgyhogy erre. Ezért szeretném ezt a bejelentkezést, mert ha be vagyok ide jelentve, akkor meg lehetne oldani a vezetékes vizet valahogy. Ezen nagyon jár az agyam. Ja, azt nem is mondtam, hogy egyébként ez is kivirágzott. De hát igazából annyira mindent nem is tudunk végignézni, mert két órás videó lenne. Ez nagyon jó pofa. Na jó. Hát ennyi volt már a viráglesen. Még egy pillantás a korlátra. Hát ennek nem jó, hogy sikerült megcsinálni. Teljesen más, gyerekek. Teljesen más. És annyira sokat dob, ha így valami rendezett. Nagyon-nagyon sokat dob. Végtelen nyugodta, majdnem azt mondtam, hogy Balaton, az óceán. Nem volt szél, mióta tesó még itt voltak. Jövő héten lesznek majd viharok. De addig ilyen kis tájékoztam. Csodaszép kék és nagyon békés.
Megmondom, hát most megint látszik Gran Canaria, tehát most már kitisztult a ég. A tejre az felhőbe. Na, úgyhogy ebből a képpel búcsúzom is. Ha lesz valami jelentős változás, akkor természetesen jelentkezem. De Hare Krishna, Haribol.